Csantavir idén ünnepli fennállásának 550. évfordulóját, így a falunap többnapos rendezvényi nőtte ki magát az idén. Ma délelőtt a Szent Misét és a körmenetet követően Szedlár Rudolf történész ismertette Csantavir történetét. Kiderült, a település egy másik fontos évfordulót is ünnepel ebben az évben. Írásos dokumentumok szerint az 550. évfordulóját ünnepli, tehát a Mátyásféle dokumentum 1462-ben keletkezett, és továbbá a Csantavér falu újra telepítésének a 230. évfordulóját ünnepli. Murényi Tibor a helyi közösség közgyűlésének elnöke beszédében kiemelte, a polgárok számára jelentősek azok a napok, amelyek az ünneplésről szólnak. Összekovácsolják a település lakóit, így Csantavér a további 550 évben is fennmaradhat. Összehozza az embereket, összehozza a családokat, egy kicsit másról szól a pár napon keresztül az élet, mint az év más többi napjában. Kicsit ünnepelünk, kicsit együtt vagyunk, és ez egy jó érzéssel tölti a falu lakosságát. A beszédeket követően Bakos Árpád zenész szórakoztatta a közönséget. Az alkalmi műsor keretein belül táncbemutatókat is láthatott a közönség. Felépett többek között az Entai Flamingo Majorett együttes és a Csantavéri néptáncsoport. A Szegedről érkezett fiatal latin táncosok lenyűgözték a közönséget. Meg szép volt a körmenet is, meg szép volt a nép is, ugyan sokan összejöttek. A rendezvénysorozat Dér Henny és Pataki Attila koncertjével zárul ma este.